olyat vágok, áró felé hullad a csávó, áró felé. Színpadon a felvidéki Posfa zenekar, Kodjuk a 36-os, felkészülésüket Lakatos Róbert segítette, rozsái cigány dallamokat hallottunk. Most pedig hamarosan a Gócs Gergelyt. Gyertek! Köszönjük szépen! Nos, ahogy az imént elhangzott, hogy a magyar vonós népzenének két nagy térfele van, területi szempontból tudjuk ezt ugye leosztani, Erdély és a többi. Itt a cigányság esetében máshogy alakultak a dolgok. Itt tudjuk, hogy a magyarországi vagy a kárpát-medencei cigányság nagyon sokféle irányból alakult ki, és itt az egyes cigány csoportoknak van elkülönült zenei kultúrájuk. Ugye az olasz cigányoknak először hangszer nélküli zenéjük volt, ott valójában csak ilyen alkalmi eszközöket használtak, mint ahogy ti is most itt a kannát. Igen ám, de a zenész cigányok nem csak a többségi társadalomból kikerülő megrendelőik népzenéjét tudták, hanem egyértelmű, hogy a saját közösségeiknek is muzsikáltak, és most ti a szatmári vonós népzenének ezt a másik oldalát is megmutattátok.
Nagyon szépen megtanultátok a Rozsai bandának a stílusát. Az énekről itt is megjegyezném, hogy bizony a szatmári cigány népdalnak is vannak nagyon fontos stílus elemei, amelyeket érdemes tanulmányozni, mert sokkal szebb, jobb lesz tőle. Ide még, tehát ebben ezen a területen van még mit fejlődni. Az utolsó dallam itt is, hát csak nagyon nagy jó indulattal tekinthető népzenei dallamnak. Ugye a kávéházi cigánzenészek, zenekarok rácuppantak erre, alakítottak a saját népzenei anyagokon, és hát ez egy ilyen dallam volt, egy ilyen refolklorizáció útján a Rozsaiba visszakerült kicsi melódia. Ezt, ha lehet, hagyjátok el, jó? Köszönjük. Köszönjük szépen, Diószegi Lászlót halljuk. Táncosként annyit tudnék mondani, hogy kijelentem, hogy amit önök cigányzenének neveznek, nem cigányzene, hanem magyar zene, és annak is a népies műzenei ága. Na most ezt nem én mondtam, hanem Bartók Béla mondta 1931-ben. A 1970-es években elkezdődött a táncházmozgalom, aminek a lényege az volt, hogy nem azt akartuk megmutatni, hogy olyan, mintha olyan lenne, olyan, mintha népzene lenne, hanem azt akarjuk megmutatni. És ez nem az volt, hanem ez olyan volt, mintha. Köszönöm. Köszönjük szépen!